Minden Müller Péter tehát arra hívtuk, hogy pontosan hogyan is képzeli el a DK ezt a 150 ezer forintos alapnyugdíjat, és miből lehetne kifizetni, de hát nyilván nem mehetünk el az új pólus ötlete mellett sem, amit Juhász Péter vetett fel ma, és épp ez imént beszéltük meg itt a stúdióban. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Gondolom olvasta, gondolom hallotta. Mit szól hozzá? Azért azt kell mondanom, hogy valószínűleg ez az ötlet nem talált örömteli fogadtatásra azok körében sem, akiknek ezt az együtt, illetve Juhász Péter szánta, hiszen hogyha hihetek a híreknek, vagy hihetünk a híreknek, akkor a együtt által kinézett potenciális partnerek közül kettő rögtön azt mondta, hogy nem, innentől fogva nem tudom, hogy mi tud maradni még az új pólusra, de hát értem, hogy az együtt próbálkozik, de nem hiszem, vagy nem látszik annak, hogy ennek különösebben nagy fogadtatása, vagy szíves fogadtatása lenne. Na de ugye az alapgondolata az, hogy önök mellett, vagy még inkább önökkel szemben jönne létre ez az új pólus. Önök lennének ugyanis a Juhász Péteri megfogalmazásban a 2010 előtti világot képviselő politikai erők. Ugye én ezt személyesen mindig külön örömmel hallom, ezt a 2010 előttre való utalást, mert mindannyian tudják róla, hogy én 2010 előtt nem voltam a politika közelébe sem. Na de Gyurcsány Ferenc az igencsak volt, hát és mégiscsak ő a pártelnök. Igencsak volt, egy Botka László is volt, szóval tudunk egy hosszú listát felsorolni, hogy ki volt 2015, de ne arra, hogy nem ez az igazi kérdés szerintem, hanem az, amit Juhász Péter mondott egy ilyen félmondattal, azt mondta, hogy elvi alapon másként politizálnak, hogy elvi különbségek vannak mondjuk az MSZP-DK és az ő új pólusa között, csak ezek közül az elvi különbségek közül nem említ meg egyet se. Melyik ezek az elvi különbségek? Mi az, amit ő szerinte az MSZP-DK által a 2010 előtti világnak nevezett képviselői másként mondanak, mint amit ő mond? És tudja, nagyon érdekes volt hallgatni, Juhász Péter itten szenvedélyesen beszélt az összefogásnak a szükségességéről, meg a nemzetről és hasonló nagy dolg, miközben ők voltak az egyik első olyan politikai párt vagy mozgalom, amelyik rögtön azzal kezdte a működését, hogy kivel nem. Emlékezzenek vissza 2014 környékére, hosszasan azt sorolták, hogy kik azok a személyek, akikkel nem akarnak együtt dolgozni. És most is mit mondott Juhász Péter? Azt mondta, hogy Botka László lehetne, de az MSZP nem. Hát ez az elvi ellentét? Mert ön szerint valójában annak alapján, amit ma mondanak ezek a pártok, nincs is különbség mondjuk például önök meg az együtt között? Biztos vannak szakpolitikai különbségek, de a Juhász Péter nem szakpolitikai különbségekről beszélt, hanem azt mondta, hogy elvi különbségek ön szerint valójában nincsenek? Ön szerint mik lehetnének ezek? Mindannyian liberális demokráciát akarunk, ugye? Mindannyian parlamenti demokráciát akarunk, mindannyian több pénzt akarunk adni az oktatásnak, az egészségügynek. Mindannyian azon vagyunk, hogy a társadalmi különbséget mérsékeljük, hogy olyan törvényeket hozzunk létre, amelyek a társadalom peremére szorult embereken segítenek. Mindannyian azon vagyunk, hogy az Orbán-féle illiberális demokrációt bontsuk le és szüntessük meg. Hát ezek az elvek, nem? Ezekben én nem látok semmiféle különbséget. És ha még egy mondatot szabad mondanom, ugye én voltam számtalan olyan megbeszélésen, egyeztetésen, ahol az oktatásról, szociálpolitikáról volt szó. Egyetlen egy alkalommal sem emlékszem, hogy valami olyan drámai konfliktus támadt volna, ami miatt ne lehetne közös hangot találni ezeken a területeken. Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt nem elvi és nem is szakpolitikai különbségekről van szó, hanem egyszerűen személyeknek, aki kilögdösőséről, ha szabad így fogalmazom. És mit szól ahhoz a logikához, hogy lehet arról is szó, hogy vannak olyan választói rétegek, akikben olyan elevenen él a 2010 előtti világ emléke, számukra nem szimpatikus módon nyilván, és annyira elutasítják, hogy ők soha nem szavaznának mondjuk például Gyurcsány Ferencre, viszont ha az ő ellenzéki szavazataikat meg akarja valaki szerezni, akkor ha létrehoz egy másik listát és egy másik blokkot, akkor rájuk is számíthat. Ezzel biztos, hogy vannak ebben az országban olyan szavazópolgárok, akik azt mondják, hogy én Gyurcsány Ferencre nem szavazok soha az életemben. Biztos olyanok is vannak, akik azt mondják, hogy én MSZP politikusra soha többet, Botka Lászlóra se senkire. Biztos, hogy vannak ilyen. De egy dolog azért fel kell hívnom a figyelmet. Ugye nincsenek pontos felméréseik a tekintetben, hogy mennyit visz, meg mennyit hoz, csak azt tudjuk nagyon pontosan, hogy pontosan a demokratikus ellenzéknek egyes pártjai és politikusai semmi más nem csinálnak, vagy mindenek előtt gyurcsányoznak. Nem igaz, hogy semmi mást is csinálnak, de alapvetően gyurcsányoznak. Folyton azt mondják, hogy és szeretném megkérdezni, hogy tessék megmondani, hogy mi az, ami 2010 előttből ennyire nem vállalható. Meg kell mondani Gyurcsány konkrétan. Ferenc személye. Ugye ők ezt de mondják, ez és ezt mutatják közvéleménykutatási adatok is, hogy ő a legelutasítottabb, vagy mindenképpen az egyik legelutasítottabb magyar közéleti szereplő. Amit éppen az előbb mondott, hogy vannak olyan emberek, nem kevesen az országban, akik érzelmi alapon
Magyarországon ő rá személyesen soha nem szavaznának. És vannak nem kevesen ebben az országban, akik viszont ő rá szavaznának. Meg, és még ezt is hozzáteszem, mert tudom, hogy ez sokak fülébe szentségtörés. Nagyon sokan vannak, akik azt mondják, hogy 2010 előtt a kormányzati politika, a Gyurcsány kormányok, a Bajnai kormány politikájának volt számos olyan eleme, ami előrevívő volt, ami progresszív volt, ami segítette az oktatást, az egészségügyet. Szó nincs arról, hogy bárki azt mondaná, hogy térjünk vissza 2010 előtt, hogy megpróbáljuk valamilyen rózsaszín. Nem erről van szó. Csak objektív módon kellene viszonyulni ahhoz, ami 2010 előtt történt, és nagyon világossá kell tenni. Lehet gyurcsányozni, meg lehet nem tudom én MSZP-t, de ez nem azt jelenti, hogy elvi eltérések vannak, hanem egyszerűen arról van szó, hogy Juhász Péter, vagy Szigetvári Viktor, vagy nem tudom én kicsoda, nem tud, vagy nem akar egy szélesebb összefogást létrehozni, mert azt gondolja, hogy majd ő megsüti a maga pecsenyét. Hát meg azt gondolja, amit az előbb mondott Juhász Péter, hogy ezt már kipróbálták 14-ben, és lehet tudni, hogy nem működik. De mielőtt elmegy az összes időnk, térjünk rá a részletekre, mondjuk például konkrétan a nyugdíjjal kapcsolatban. Hogy gondolják ezt a 150 ezeres alapnyugdíjat pontosan, tehát technikailag? Például aki eddig is körülbelül ennyit kapott, az akkor többet kapna-e, vagy mindenki kapna körülbelül ennyit az alsó szegmensekben, és onnan emelkedne úgy, ahogy eddig is, és hát honnan lenne rá pénz? Mindenkit szeretnék pontosítani, a 150 forint nem az alapnyugdíjra vonatkozik, az a nyugdíjra, az átlag nyugdíjra, ami most ebben a pillanatban ilyen kicsit több, mint 117 ezer forint. Tehát ha most 117 ezer forint, onnantól nincs olyan nagy távolság a 150 ezer forintos nyugdíjig, de egyben azt is gyorsan hozzáteszem, hogy, és majd mindjárt mondok konkrét számokat is, hogyha ez így lenne, tehát hogyha meglenne a 150 ezer forintos nyugdíj, akkor nem lenne szükség Erzsébet utalványokra, meg nem lenne szükség ingyen gyógyszerre, mert a nyugdíjasoknak is lenne egy emberi méltóságuknak megfelelő életminőség. De akkor ezek szerint mégsem azt mondják, hogy mindenkinek legyen minimum 150 ezer forint a nyugdíja, hanem az átlagot emelnék meg egy picit, hogyan? Az IK nyugdíjprogramjának két pillére van. Egyrészt valóban beszélünk alapnyugdíjból, amit az adóbefizetésekből lehetne finanszírozni, ennek az összege 50 ezer forint, és majd mindjárt mondom, hogy miért 50 ezer forint. A másik pillére viszont az a normális járulékokból befizetett egyéni nyugdíjszámlán nyilvántartott munkanyugdíj. Ez a két pillér az, ami alapvető fontosságú, és azért mondjuk, hogy 50 ezer forint az alapnyugdíj, mert ma körülbelül 90 ezer olyan ember van, aki 50 ezer forint alatti nyugdíjhoz jut. Ugye tudjuk, hogy a minimum nyugdíj 28 ezer pár száz forint, nem lehet abból megélni, nem lehet hagyni azt egy demokratikus országban, hogy az időskorú emberek, azok az időskorukban olyan mértékig elszegényedjenek, hogy semmiféle életminőségük nincsen már. Ez az 50 ezer forint, abban az esetben, hogyha valóban ezzel az ilyen kb. 90 ezer emberrel számolunk, akkor ez a mi számításaink szerint durván ilyen 13 milliárd forint plusz kiadást jelent. Ha még hozzászámoljuk azokat, akik esetleg a következő egy vagy két évben kerülnek ebbe az állapotba, akkor ez durván olyan 20 milliárd forintnyi összeget számítottunk. Na most egy több mint 3000 milliárdos nyugdíjkasszából ezt meg lehet csinálni. És meg is kell csinálni, nem csak politikai, hanem morális okokból is. Hogy lesz ez a rendszer hosszú távon fenntartható, miközben már a jelenlegi rossz nyugdíjakat adórendszerről is azt halljuk, hogy bármelyik pillanatban, vagy legalábbis hosszú távon összeomlik? Ez nyilvánvalóan kellene költségvetési átcsoportosítások. A szó nincs arról, hogy ezt a mai rendszerben meg lehetne csinálni, a költségvetési átcsoportosítások kellenek. De hagyd mondjak még valamit, és ezt gondolom, ez nagyon fontos, legalábbis a mi szempontunkból. Nevezetesen az, hogy a DK nagyon világosan megmondja, hogy szükség van, vagy megvan a lehetősége a nyugdíj extrának. Is. Itt arról a nyugdíjkiegészítésről beszélünk, amit a GDP növekedése kapcsán keletkezett költségvetési többletbevétel terhére lehet kifizetni. Tehát amikor van GDP növekedés, akkor van nyugdíjkiegészítés is. És ugye most ezt például az elmúlt évben, amikor halljuk, hogy milyen nagyszerű eredményei vannak a magyar gazdaságnak, ha hozzárakjuk az inflációt, plusz ezt a gazdasági növekedéssel összefüggő nyugdíj, ez 7-8%-ot jelentene. Ha az kormány odaadta volna, ez éves szinten 100 ezer forint körüli összeg, amit a nyugdíjasok most nem kapnak meg, és ezt a DK nyugdíjkoncepciója a megfelelő gazdasági növekedés esetén, mondom harmadszor is, odaadna a nyugdíjasoknak. Van egy egészségügyi koncepció, amit ma ismerhettünk részletesebben meg.
Ez a budapesti rendszer átalakítására vonatkozik. Önök korábban már elmondták, hogy a szuperkórház ötletét, meg ezt az egész budapesti átalakítást egy blöffnek tartják. Most amit ma megismerhettünk, a sajtóba szivárogtak ki a tervek, az három budapesti szuperkórházról szól konkrétan, és arról, hogy az összes fekvőbeteg intézményt korszerűsítené 2025-ig. Ugye Magyar Idők hozott ki ebből részleteket, de állítólag a hónap végére kidolgoznák és elfogadnák. Az elmúlt is koalíció számos alkalommal elmondta, az, ami a kórházi ellátással kapcsolatos, az egészségügyi rendszernek az egyik lába, egyik problémája. Nem nagyon hiszünk abba, sőt egyáltalán nem hiszünk abba, hogy ezt ilyen szuperkórházakkal meg lehetne javítani, mert van egy másik része a dolognak, amiről alig-alig esik szó, és a kormány egyáltalán nem beszél, és ez a házi orvosi ellátásnak a szinte drámai összeomlása. Ma Magyarországon kiterjedt térségek vannak, ahol nincs rendes házi orvosi ellátás. És ez nem Budapestnek a második és ötödik kerületében jellemző, hanem mondjuk Észak-Kelet-Magyarországra, Észak-Nógrádra, vagy Dél-Baranyára, a Dél-Alföldre. Azért az nem teljesen igaz, hogy a kormány erről ne beszélne, sőt, még cselekedni is próbáltak az elmúlt években, tehát ugye lehetett kapni támogatásokat praxisokhoz is, meg voltak mindenféle változások, amik a házi orvosok helyzetét voltak hivatottak megkönnyíteni. Ez kérdés, hogy mennyire sikerült. Ezek voltak változások akkor, amikor a Fidesz politikusai sajtótájékoztatót tartottak. Ha bárki a sajtótájékoztatókon mindig rengeteg változás van. Ha bárki elmegy most ezekre a hátrányos helyzetű térségekre, akkor megnézheti, hogy ezek a sajtótájékoztatók nyomán milyen tényleges változások történtek. Én elég gyakran járok ilyen vidéken, és hagyd mondjam önnek, hogy semmilyen. Továbbra sincs semmiféle fajta látható jele annak, hogy a társadalom peremére szorult nehéz sorsú emberek akár csak megközelítőleg is minőségi orvosi ellátáshoz juthatnának, és ez a kormány, amelyik 2010 óta hatalmon van, ezen már réges-rég változtatnia kellett volna, nem most előállni budapesti szuperkórházak ötletével. Mert hogy az ötlettel alapvetően baj van, de ne legyen három budapesti szuperkórház? Hát én tudom, legyen három budapesti szuperkórház, csak mielőtt van három budapesti szuperkórház, azelőtt legyen ezeken az elmaradott térségekben, ezben a hátrányos helyzetű térségekben, a falvakban, a kisvárosokban minőségi orvosi ellátás. Ez az elsődleges, hiszen az ország jelentős része ott él. Ettől még lehet bármilyen szuperkórház, de egy másik szemléletre lenne szükség, olyan szemléletre, ami a keményen dolgozó emberekre is figyelemmel van, nem csak arra, hogy Budapesten milyen kórházakra van szükség. Azért szerintem nem mondjuk, hogy Budapesten nem dolgoznak keményen az emberek, de mondtam. Érteni vélem, amit mondani. De ők nem fognak bejutni a szuperkórházakba, akikre ön gondol. A keményen dolgozó budapesti emberek nem fognak bejutni. Meglátjuk, hogy ezek a szuperkórházak hogyan fognak működni. Pontosan tudjuk, nagyon világosan tudjuk, hogy milyen különbségek vannak a tekintetben, hogy ma Magyarországon milyen orvosi ellátásban részesülhet. Menjen el bárki bármelyik budapesti lakótelepre, és kérdezze meg az ott élő embereket, hogy milyen lehetőségeik vannak gyors és minőségi orvosi ellátásra, és kérdezze meg ugyanazt. Tehát lakótelepek közelében is fognak létesülni ilyen szuperkórházak, hogy most azt mondja, hogy utána majd az embereket elküldik a kapuban, és azt mondják, hogy menjen el. Nyilván nem a kapuba fogják elküldeni, nem, soha nem fogják őket oda küldeni. Ez a nagy különbség. Oda fognak tartozni területileg? Akkor fogják őket beengedni, hogyha a demokratikus ellenzék lesz kormányon. Addig, amíg a Fidesz lesz kormányon, addig higgyel nekem, hogy ugyanúgy, mint az oktatásban és minden más területen, ezek a nagyon szigorú társadalmi különbségek fognak érvényesülni, ahogy ma egy átlagember nem jut ugyanolyan orvosi ellátáshoz, mint mondjuk valamelyik kormány közeli vállalkozó vagy annak a családja. Ez nem fog változni semmit. De most amíg azt a Fidesz mondja, hogy építenek 3 giga szuper kórházat, és kormány közeli emberek családjával fogják feltölteni meg a gazdagokat. Nem, nyilván azok, igen, azokkal, akik meg fogják tudni fizetni. Ez most is így van. Hát kérjen, állami egészségügyi ellátás zajlik majd ezekben a kórházakban. Tehát most is az zajlik. Kérjen bármikor ön egyszerűen, egy egyszerű magyar állampolgár, mondjuk egy CT vizsgálatot, vagy valami olyasmi, kérdezze, hogy hány hetet vagy hónapot kell várni rá, és utána nézze meg, hogyha elmegy bármelyik nagy bevásárló központba meglévő laboratóriumban, 50 ezer vagy 60 ezer forintért mennyi idő alatt csinálják. Sőt, meg önnek ugyanabban a vizsgálóban megcsinálják pénzért hamarabb, ugye így van a rendszer kialakítva, vagy van egy fizetős lista, meg van az állami lista. Erről lehetne sokat beszélni, most nincs rá időnk, de ez nem ugyanaz, mint azt állítani, hogy építenek maguknak, meg a gazdagoknak nagy kórházakat, ahol az átlagembereket nem engedik be. Azért ez nagyon... Nem engedik be, nagyon... nem fognak tudni bejutni. Hát hogyan fizessék meg? Hát nem viccelni, ahogy nem jutnak nem be. Nem fizetős kórházak, a magánkórház most is létesült. Ön is, igen, de most mondta ön is, hogy most is van olyan, ahol csak pénzért csinálják meg ugyanazt a vizsgálatot, amit elvileg meg kellene csinálni. Nem, megcsinálják, van az állami rendszerben egy várólista, és pénzért az a lista erejére lehet, illetve pénzért hát egy másik kapacitást lehetne kapni erre. Erről ne, azért ne haragudja nekem, ez egy
Kicsit szintiszta populizmusnak tűnik azt mondani, hogy a szuperkórházakban a szegényeket egyáltalán nem engedik. Nem mondtam, hogy egyáltalán nem engedik be, ezt ő mondja. Én csak azt mondtam, hogy oda nem lesz olyan ugyanolyan bejutásuk, mint azoknak, akik gazdagok, és akinek lehetőségei és összeköttetéseik vannak. Ez ma is így van, és ha 6 giga kórház lesz, ezen akkor se fog változni semmi. Hát akkor ezek szerint legalább az önök álláspontja annyiban változott, hogy pár hete még azt mondták, hogy ezek a szuperkórházak soha nem épülnek meg. Most már ezek szerint elismerik, hogy megépülnek, csak majd nem jutnak be oda az átlag ember. Köszönöm szépen. Én is köszönöm, hogy itt lehettem.